A Prosperitáti Alapítvány szabadkai irodájába hétfőn a kora délutáni órákig nem érkeztek még bepályázatok. Ezen azonban nem kell csodálkozni, hiszen először online kell regisztrálni, az űrlapokat kitölteni, és majd csak ezután lehet a teljes dokumentációt átadni. Több változás is van. Ilyen például a minőségi szabványok bevezetésének támogatására kiírt pályázat, ahol a módosítást követően középvállalkozások is pályázhatnak. A földvásárlási pályázat vonatkozásában meghatározták a legmagasabb elismert adásvételi árakat hektáronként, kataszteri minőségi besorolás szerint, illetve a vagyon visszaszármaztatásából származó földterületek megvásárlása kapcsán módosultak a szabályok. Sok mindenben hasonlít az előző pályázati kiírásokhoz, hiszen az eddigi tapasztalatokból indultunk ki, kiírtunk újra olyan pályázati kiírásokat, amelyek régen jelentek meg, és az érdeklődés, az igény nagy volt. Ilyenek például a vállalkozások eszközbeszerzése, szabványosítás régen volt az állattenyésztés például. Van néhány újdonság, a legmagasabb pályázati összeg az 1,5 millió dinár. A vállalkozások így az eddigi 1 millió dinár helyett másfélre pályázhatnak, a mezőgazdasági termelők pedig a munkaintenzív mezőgazdasági fejlesztésekben a 800 000 dinár helyett szintén 1,5 millióra, tette hozzá az alapítvány ügyvezetője. És ezen kívül a kötelező önrész 25%-os önrészt az 10%-ra mérsékeljük a három tanuló gyermeket nevelő családok számára. A pályázat beadási határideje július 31-e. Ez alól csak a földvásárlásra kiírt pályázat a kivétel, arra október 31-ig lehet jelentkezni. Az érdeklődők bővebb információkat az alapítvány területi irodáiban, valamint a prosperitati.rs honlapon kaphatnak.